Na, szevasztok, srácok, ez itt az Alien Isolation végigjátszásnak a negyedik része, abból is a 2.0. Na, már most. A 2.0 rész szerintem nem kell elmagyaráznom azoknak, akik látták az első részt. A felvétel itt is kuka lett. Állígattam felvevő programomat, és elállítottam egy beállítást, amiatt egy diavetítés lett hanggal. Azt meg kiélvezni. Úgyhogy, ja, újra. Viszont, jó hír, új mikrofon. Úgyhogy remélem hallatszódik a hangbeli minőségváltozás, tisztább hang esetleg, reménykedem benne legalábbis. Úgyhogy, ja, kezdjük újra. Az a vicc, hogy ez most így még több szenvedés lesz nekem. Pár dolgot felfedeztem, ami is nagyon sajnálom, hogy erről lemaradtatok, de itt van egy mentőpont, ami nagyon jól jött volna. Úgyhogy igen, erre rájöttem, és azon kívül még vannak itt ilyen kis ventek. Azaz, most nem jut eszembe magyarul. Nem baj. És ha ezt visszaállítjuk az áramot, akkor ezek használhatóak lesznek az Alien ellen. Na már, most csak ezt kéne megtalálni, hogy hol van. Ez a kis cumóka. Mert aki keres, az talál. Itt van. Igen. Sprinkling system, day room, ventész, itt van. Ó, kikapcsoljuk a sprinkler systemet, és az air purification azt szerintem benn kéne hagyni. Szóval, vent, ó. Na, gyerünk. Nem, Doris Access-t kikapcsoljuk, és a Vent Access-t bekapcsoljuk. Jó. Elvileg így jobb lesz. A felvételen való minőségváltozás, ha esetleg ez megtörtént, és reménykedem is benne, az azért történt, mert megint egy másik beállítással varázsoltam. Egyik barátom segítsége, Máté. És az is remélhetőleg javult volna mennyivel. De... Hú, srácok, annyira nem akarom ezt. Na, kezdünk ügyesek lenni már ebben a tuner hekkelésben. Igen, a másodikban van. 17.02, még emlékszünk rá. Jaj, Alien barát, miért teszed ezt velünk? Egyébként itt az átvezetében kezdünk el futni. Akkor vajon utánunk jön, vagy elkezd szépen lassan ilyen menőn leereszkedni? Ezt egyszer ki kéne próbálni. El kéne jutni szembe. Mert ott lesz egy ágy, ahol be tudunk bújni. Viszont az élje most itt van benn. Az viszont még nem jó. Most elmegy arra. Merre jössz, haver? Ment el, jobbra ment. Hmm.
Jó, most elment arra. Gyerünk. Gyerünk, Ripley. Gyerünk, Ripley. Menj, menj, gyerünk. Hú. Ja, srácok. Na, hé! Hey. Hogy? Hogy a jó anyámat találtál meg itt? Miért? Hogy? Hogyan? Heating surfaces? Jaj, srácok, utálom az alient. De ezt szerintem nem kell lecsetelnem. Az a baj, hogyha azt az ajtót leszeretnénk zárni, akkor ez csak egy ideig, óráig záródik le. Szóval, hogy ezt emergency overdrive-ra rakjuk, akkor ez már nem ez a nyitva lesz, mire alien barátunk az idejét. Viszont akkor szerintem ez lesz, mert hogyha így végig megyünk ezen a rendszerem, akkor itt kötünk ki egyből. Ami viszont az lesz, ide el tudunk bújni, aztán pedig átad, szóval ez lehet, hogy egy könnyebb út. Hogy abba hagyja, amit mondok? Device invalid? Na mindig. Ó, basszus. Amikor rossz gombot nyomsz. Mert türelmetlennek kell lennem. Mindegy, benn megyünk, az a lényeg. Nos igen. Ez itt valami lenni, nem? Igen, itt is van, jól tudod. Persze. Srácok. Ó, nem kapcsoltam vissza az áramot. Na mindig. Jaj, és amikor szeretné valamit összehozni, de az nem úgy csúd el, ahogy akarod. Még el tudunk bugizni ez alá. Heating surfaces. Ez azt jelenti, hogy ne mozogjak, hogy nem szeretném ezt inni. Jaj, közben szerintem kell egy medkitet magunkon, mert szeretnék egy max HP-t. Hogy tudunk fekvelőni. Azért egy fontos dolog. Én elment arra, szóval most egy kicsit többet. Miért jössz vissza ilyen gyorsan? Jó, most ott van benn, vagy el közelében, benn van, igen. Alien szemétállat. Hú! Hé! Ilyen nincs.
Nem a srácok. Na, nézzünk egy kis térképet akkor már, hogyha nem tudunk az élén nem mit kezdeni. Find Orlis Gaygard. Én megkeresném. Én eskü megkeresném. Ha nem lenne ilyen. Viszont elhalt a trappolás. Ez azt jelenti, hogy megállt. Kellett volna mozogni, amíg lehetett. Viszont szellőzőbe ment. Ez azt jelenti, hogy lelassult. Mi azt jelenti, hogy mi bebújhatunk ez a lázágy alá. És egy kicsit hallgatózunk. És halljuk, hogy kijött a szellőzőből. Már csak azt kérdezem, hogy merre van. Van benne, benne a szobában valahol. És a játék még húzza az idegeimet ezzel a zenével. Borzalmas egyszerűen. A sorokba láthatátok az élient elmenni. Nem tudom, szerintem arra várok, hogy... Arra várok, hogy eltűnjön az élien. De az sajnos nem fog bekövetkezni. Az a játék címéből adódóan sem, szóval... Mert az nyert. 17. Aki siet, az nem nyer, srácok. Aki siet, az nem nyer. Vagy nem hallom, hova van. Tizenhét, nulla, kettő. Egy csinsz jó vagy. Ripley, de milyen jó életért húzod így a lábad? Srácok. Tudom, hogy ez cheat, hogy már játszottam ezzel a résszel, de... Higgyétek el, ugyanolyan feszült vagyok, mint akkor. Viszont, térkép.
Jó, az a helyzet, hogy ide kell eljutni, ami ezen a folyosón vezet végig. Az Alien nagyon szívesen császkál erre. De viszont, ha kijutunk a folyosóra, itt van egy szellőző, az a célunk, hogy oda most eljussunk. És valahogy ezt az Alien meghallja, hogy pittyeg. És egyszer megszívtam nagyon. Próbálkozások során. És hirtelen beugrott az Alien elém, és majdnem fölsikoltottam, úgyhogy ez nem volt túl kellemes. Jaj, gyerünk már! Menj már el innen! Szeret szivatni egyszerűen, szeret szivatni. Jaj, ez véletlen volt, esküszöm. Gyorsabb lennék, futnék, de az a baj, hogy gripli olyan retek lassú, hogy arra nincsenek szavak. Arra nem is akarsz elmenni egyébként. Egy ilyen specifikus irányérzéke rendelkez, hogy erre mentsz? Mit kell lennie? Abba a szobában nem kell megnézni. Jaj. Mitől rángatózik a szekrény? Jó, ez érdekes volt. Na, nem hallom a lépteit. Kukacsuk itt. Ugy, ugy, nem vagyok itt. Nem vagyok itt. Senki sincs ebben a szobában. Srácok, megröcsült a lábam, annyira siettem. Annyira siettem, visszaszedtem, hogy berántottam a lábaimat, és begörcsöltek. Na, a szellőző! Nem tudom, hogy közlekedik szellőzőkön belül. De nem az én szellőzőmét használja, ami már megnyugvással tölt el. Oda kell eljutni. Az be. Na már most. Gyerünk, gyorsabban! Ripi, te lassú állat, mász már be, gyerünk! Senki, senki! Oh, basszus! Mit keresett ott? Nagyon nem jó, igen, ide kell jutnunk. És ezen a folyosó ágon van valahol a keycard. Aztán jön csak a jó rész. Basszus.
itt, hogy... Baromi, igen, ott van benne. Te elment. Úgyhogy... Gyerünk! Jó, hú. Revolverom! Itt van a keycard valahol. Igen. Ó, srácok, a szívem úgy kalapál. Hogy nem is tudom elképzelni, hogy mennyi lehet. Igen, jól látjátok. Eltűnt a Dr. Coolman. Honnan jövünk? Dr. Coolmantól. Hova kell visszamenni? Dr. Coolmanhoz. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy vissza kell menni a folyosóra, vissza egészen ide, elérni ezt a mentési pontot. Aztán ki a folyosóra, vissza oda, és megint menteni, aztán beszélni ezzel a szartarabbal. Mi azt jelenti? Hogy ez a szardarab Alien-nel a nyakunkban kijutni hozzá az átja, ami ott van a bejárat mellett. Onnantól se olyan piskóta a dolog, basszus. Srácok! Adjatok erőt! Egészen jó zárva lehet tartani az ajtókat. Viszont... Our time has come. Gyerünk! Oh. Oh. Viszont itt jön a legnehezebb rész, mert az a nagy helyzet, hogy innen elkértünk egészen idáig. Úgy, hogy az Alien nem kap rajta. Ami rohadtul, de nehéz lesz. Ó, srácok. Ez nem lesz jó. És arra van. Mi azt jelenti? Meg kell várni. Még tovább megy. Nem arra, mert ez még nagyon közel van. Mint ahogy tudjuk, elég szentftelenül jár kell az Alien. Még itt a basszus.
Nem hallok semmit a zenétől. Szemben lévő ajtó kinyílt. Meg kell várnunk, még bemegy egy szellőzőbe. Szellőzőben van. Ha. Oh, jó édes! Oh. Srácok, srácok, srácok. Basszus. Nem hiszitek nekem, mennyire utálom ezt. Nem hiszitek nekem. Hallgass, most már aztán, de tényleg. Ó, oh, srácok, nagyon elegem van, nagyon elegem van. Kit érdekelsz? Most mondd meg őszintén, kit érdekelsz? És mi az én tehetségemmel? Gyere, megcsináljuk. Megcsináljuk. Becsúsztunk. Egy pillanatra azt hittem, hogy ott ragadunk. A játék nagyon elhúzta ezt a hangot. Viccesen működnek a mentek, látjátok? A legjobb eszekben, hogy olyan vicces, hogy ki lehet cselezni az alient, hogyha rádagrózik és kinyitod magad alatt a mentet, akkor el tudsz tűnni, ami nagyon vicces. Hányszor mondom, hogy azt, hogy aki mer, az nyer. És hányszor jött be? Hol vagyok? Ez nem az, amit én szerettem volna, szerintem, vagy ilyen?
Hol van a... Mentem. Most, na most... Hú, vagyunk, hogy ide ki kell másznom, srácok. De vicces a játék. Szellőzőben van. Jaj, basszus. Rájöttem arra, ha a szellőzőben van. Te nem akarsz a szellőzőben tartózkodni. Azt hittem külön rendszereken közlekedik, de szemét. Nagyon szemét. Tizenhét. 0-2. Emergency overdrive. Gyerünk, mász be, mász be, mász be. Az baj, tudja használni a szellőzőket. Perszi. Csönd. És nyugalom.
Nem, nyitott hagyta, nem fene fog craftolni. Ja, fel kell kattintani tényleg. Mivel kell megcsinálni? Ó, itt van. Scared? Talán. Mennyire nem bízok abban, hogy az alien meghalt. Elbújsz! Nem vagy itt. Nem veszel levegőt. Relaxálsz. Kifújsz, befújsz. Most egy szekrényben vagy. És kifúj. Nem létezik körülötted semmi, csak te és a hely meghatározód. És kifúj. Egyébként komment szekcióba írjátok le, hogy kivegyik-e a zenét, hogy realisztikusabb legyen. Ha le lehet kapcsolni, mindjárt megnézzük. De 99% biztos, hogy benne zenét le lehet állítani. Igen. Music volume, hogy kell ezt tenni mindig. Headphones. Speakers. Dynamic range. Mondjunk headphones-nál. Szóval, hogyha gondoljátok, akkor kiszedhetjük a zenét, hogy realisztikusabb legyen.
Lehet az én szívem is jobban bírná. Vagy maradjon-e? Szóval, ha bent marad, akkor marad. Ha ne kiszedik, akkor meg elmegy, jó? Szóval, csak írjátok valamit. Hogy nem dől ki a szekrény ajtóba, nem azért illő, hogy kidőljön, de... Az a helyzet, hogy mivel bement oda, ez jó nekünk, mivel távol van, de nem lenne elég időnk kijutni azon az ajtón, és az a baj, hogy kívülről meg nem lehet bezárni. Ilyen slattyos léptei vannak. Olyan, mint aki strandba megy gumipapucsban. Jó. Bár kétlem, hogy ilyen lábakra gyártanak gumipapucsot, de próbált megér mindenkinek. Nem mozog a szemétje. Srácok, elhinnétek nekem, ha azt mondanám, hogyha sikerülne, akkor akár 2 órán át is itt ülnék és várni ebben a szekrényben. Mert az nyer. Szívem, nem a torkomban volt az előbb, akkor nem tudom hol. Ez teleportált. Az előbb jobbról hallottuk, aztán meg balról.
Ez hogy csinálta? Ilyen nincs. Srácok, csal az alien. Hát ez olyan teleportált, mint a jó élet. Ha, basszus. Jó, fenn van. Mr. Power, a jó anyádat. Szóval azt mondod, vagy ez az ajtó, vagy a ventek. Tudod te? Itt a másik oldalon van egy ágy. Is van egy ágy. Ha már most nekünk mennünk kell, az itt jobbra végig a folyosón. Ah, basszus. Kitapasztaljuk, hogy működnek ezek a noisemakerek, vagy hülyeség lenne. Szerintem hülyeség lenne. Ugye? Igaz. Elvileg itt biztonságban vagyunk, de tudjátok, ki kockáztat. Szállj le! Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now the Parkers. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. He got it! Srácok. Beszélnünk kell vele? Basszus. There. I'll collect my things and we can leave. Csizme. Srácok, elárulom. Úgyis meghalna. Úgyis meghallom, úgyis gyerünk itt a nyújjunk! Srácok! Sikerült! Sikerült! Ezt hívják úgy, hogy szoros helyzet. Trauma kitált! Na itt már kékek! Jó, mentünk! Na srácok, fú! Köszönöm a figyelmet és elnézést kérek, amiért nem láthattátok az első reakciómat.
de remélem, hogy a folytatás már jó lesz, ahogy ez a videó is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és sziasztok!